नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादे शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा múltkor elkezdtünk este leckén a namatátvát, szeminárium, kurzus, tréning, bármit lehet nevezni, és ma folytatjuk. Múltkor egy kicsit ilyen bevezető volt, beszéltünk, hogy a maha mantra éneklése azt csinálja az ember szívével, hogy megváltoztatja, belép a szívébe, és mint amikor eszünk, és megemeszünk az ételt, és az ételből kettő dolog lesz. Egyik lesz, ami táplálni fog a szervezetet, és a fölösleges, a toxinokkal együtt, az ki fog lépni a testből. Szóval így, hogyha valaki türelmesen nem is tud, nem is érzi, hogy valami történik velem, de folytatja türelmesen, akkor egy idő múlva, amikor már a finom fizikai test, mondjuk így, lesz megtisztítva, akkor valaki be tud lépni a bhajanba, a meditációba. Ma egy kicsikét részletesebben bemegyünk a dolgokba, megnézzünk a Bhaktivinoda Kurnak a tudományos felépítését. Bhajana Pranali, ez azt jelenti, hogy mai téma, hogy hogy lehet belépni a mantra meditációba. Érdekel? Engem nagyon. És ma megpróbáljunk, nézzük meg, hogy mennyi fér be az időbe, és amennyi belefér, elmondjuk, ami nem fér bele, akkor az majd folytatjunk máskor. És gondolom, hogy a legjobb ajándékunk Srila Sivarama Maharajnak szülinapjára, ez pont beszélne a Szent Név énekléséről, mert ő azért itt van. Nincs más missziója, mint megtanítani minket énekelni Szent Nevet. Mert hogyha mi megvalósítjunk Szentnév éneklését, akár mai születésnap is napon, akkor ez lesz a legnagyobb ajándék, sokkal értékesebb, mint az SMS-ek, amit lehet küldeni, hogy jaj, Maharaj, köszönjük. Ezt is kell küldeni, persze, de nagyobb érték számára, amikor megírjunk, hogy Maharaj, nem tudok mit csinálni, nem tudok megállni. Szentnév elvitte az elmémet, teljesen megörültem. Na, azt mondja Maharaj, ez az igazi ajándék szüli napomra. Jó, akkor próbáljuk meg ma akkor. Nagyon praktikus, ma olyat beszélünk, ami még ma lehet próbálni csinálni, nagyon könnyű dolgok, hihetetlen, zseniális, amit fogunk beszélni. Akkor mi már próbálkozunk évekig, bhajant, vagy meditációval foglalkozunk, és vannak a jogiknak mi a meditáció, ahogy akarnak elmélyülni. Leülnek magányos helyeken, akkor a orrhegyére fokuszálják a szemüket, és próbálnak elmerülni Brahman meditációba. Bakták másféleképpen meditálnak. Mi is összpontosítást gyakorolunk. Jási Sirád, Hásama Szundereki, Jaj. Mert a meditáció ez a tudat összpontosítása. És bakták ugyanúgy akarnak, mint a más jogik, meditálni. És van kettő módszer. Az egyik, ez amit hozta, mind a kettőt hozta Úr Csitánya. Az egyik módszer, ez a
hogy ez a szent név látogatása, vagy a, bocsánat, szent helyek látogatása parikrám. Emberek elmennek azokra a helyekre, ahol Krishna valamilyen kefteléseket végezte, és akkor ott tanulnak meditálni Krishnára. Meditálni egy másik valóságra. Mert hogyha észrevettünk, általában mi is emberek, mindenki saját elme világába él, teljesen el van merülve, saját világába van, elmébe zajlanak a kis a saját projektek, és a meditáció módszeret, amit hozta nekünk Úr Csaitanya, ez, ahogy mondtam, szent név látogatása, szent név, az is lehet, szent hely látogatása és a szent név éneklése, ez tudat segíti összpontosítani tudatot a valódi valóságon, ami örök valóság, ahol nem a saját világában él ember, hogy ő központ, hanem ahol Ráda és Krisna mindig öröki központban vannak. És cél, amit megadta nekünk Úr Csaitanya, hogy addig kell csinálni, mindig nem érünk el Isten irányi szeretetet. És aki közöttünk el fog érni Isten irányi szeretetet, az lesz a legszerencsésebb és legboldogabb személy a világon. Nincs más. És most akkor megnézzünk, mert ahhoz, hogy valaki elmerüljön a meditációba, ebbe valóságába, hát általában emberek gondolják, hogy ők elrepülnek Indiába, elmennek Mayapurba, Vrindavanba, akkor ők már beléptek a bhajan, a pranali, belépték a meditációba. Vagy mi itt tudjunk sétálni itt a szent helyeken, és hát az Indiába utazni nagyon hosszú útot megteszi, mi kimegyünk a házából, megteszünk valaki csak 3 métert, mert ott van a szent hely. De valójában az utat, az nem a lábukkal kell megtenni, hanem a szívünk belül. És ez kicsit hosszú az, az út. És a szív belül meg kell tenni ezt az utat Vrindavanban. És ezért Jiva Goswami Bhaktisandarbhában magyarázom, hogy azok, akik nem rendelkeznek szeretettel, és látnak Krisnát, akkor jobb, hogyha nem látnak Krisnát. Ilyeneket mondja. Inkább ne lát. Aki nincsen Isten irányi szeretet, ne lásson Krisnát. Ezt javasolja Jiva Goswami. Miért? Azt mondja, mert Krisna annyira értékes, hogyha valakinek nincsen szeretet, ő nem tud értékelni. Akkor mi? Akkor jobb, hogy ne lásson. Nem tud értékelni Krisnának az édességet, az ő a tulajdonságokat, a szépséget. És ez nem fog működni, mert a Hladini Shakti, ez a szeretet, ez teszi lehetővé csak azok számára, akiknek van ez a szeretet. Amikor van szeretet Krisna iránt, akkor attól függ, kinek milyen, akkor a Ladini Shaktinak egyik részecske ott van a szívébe, és akkor ezt tud adni megfelelő látás és értékelés Krisna iránt. És akkor ő is hasonló példát mondja, mint a többi acsárják, hogy nem csak, hogy nem értékeli, hanem még zavarni is fog, hogy látja Krisnát. Mint mikor valaki beteg sárgassággal, és nekik adnak édes cukorkát, akkor az még keserűnek tűnik. Szóval nem csak, hogy nem értékel, hanem mondja, fú, ez mi ez a cukorka? Ez valami keserű. Szóval ugyanúgy itt is javasolja Jiva Goswami, hogy jobb, hogyha ne lássunk. De akinek van szeretetje Krisna iránt, akkor az a szeretet kettő tényezővel rendelkezik általában. A különböző személyeknek más a szeretet, de mérni lehet kettőféle tényező alapján. Az egyik a szeretetnek a mélysége számít, hogy mennyire tiszta a szív, minél tisztább, annál
mélyebb a szeretetje, és a másik mennyire, milyen formához valaki ragaszkodik. Mert szeretet, ez nem csak Rádisán iránt lehet. Valaki Lakshmi Narayant, valakit Nrisimha Devet szereti, valaki még Úr Sivat is szereti, mert végül ő is Krisnának részleges megnyilvánulása, mondja Jiva Goswami. És akkor most megnézzünk, hogy hát ezek a célok, ez a szeretet. Természetesen, akinek van szeretet Rádisán iránt, Jásisi, Lakshmi Nrisimha Dev Bhagavan Ki Jai, amit Úr Csaitanya meg is mutatta a szeretetnek a mélységét, saját példával, amikor itt volt Úr Csaitanya, főleg Jagannath Puriba utolsó években, 15 éven keresztül, ő megmutatta a legmagasabb, legmélyebb meditációt és a szeretetet, ez a Rádisján. És akkor most egy kicsit beszéljünk, hogy milyen lépéseket megtehetünk mi, hogy egy szempontból elérhetetlen, amit most beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon messze van ez a cél, amiről beszélünk, de elérhető, hogyha fokozatosan elkezdjünk mélyíteni a mi meditációnkat, és Bhaktivinoda Thakur Harinama Chintamaniba, Sri Harinama Chintamaniba, Haridas Thakur Ajkiával, ő írta amúgy, a Bhaktivinoda Thakur, elmeséli a tudományát, hogy kell belépni. Ez az egy bhajana pranali, hogy kell a szent név éneklésének meditációba belépni. Mennyi sokat énekeljünk, annyi sok évek, köröket lehet 63 lakot énekelni, de mindenki belépett-e a meditációba. És érdekel? Be akarunk lépni? Akkor én csak továbbítom, mit tanultam Bhaktivinoda Thakurtól. Ő azt mondja, egyik verset, Náma námi eka tatva visvasa kariya, dasa aparadha chadi, nirjane basiya. Ez azt jelenti, mondja, mi az első? Náma, az lett volna jó, hogy írjunk kulcs szavakat, hogy ne felejtsünk el. Náma, ki akarja írni? Jó, akkor írjunk ide, meg ide. Náma námi eka tatva. Azt mondja, az első, hogyha akarsz belépni, és tényleg te akarsz valamit kapni a Hare Krishna mantra meditáció, első, próbál meg meditálni azon, megérteni, elfogadni, náma, námi, eka, tatva, visvasa. Szóval legyen bizalom, legyen hited, hogy náma és a námi, a Isten és a neve, eka, tatva. Ugyan egy és ugyanaz, nincs különbség. Ez az első, hogy nem különbözik Krishna a saját névtől. Ez a visvász, és a visvász, ez a hit, ez a bizalom ebben, ezt, ami tanítja elsősorban a Bhaktivinoda Thakur, ez a Shastriya Shraddha, hogy mi rendelkezni kell, másképp, hogyha nem rendelkezek ezzel, ez az egy, ez nem lehet elkerülni. Hogyha ez nincs meg, akkor tovább lépést nem tudok megtenni, mert ez az első lépés, hogy nekem mindig kell emlékezni, és próbálni fejleszteni ezt a hitet, bizalmat, Shastriya Shraddha, hogy visvász, hogy a szent név és Krishna között nincsen különbség. És itt kezdődik a bhajan. Igazából. Már így elkezdte japázni, hogy Krishna nem különbözik szent névtől, elkezdte bhajant. Még nem lépte be, de elkezdte. Ez a visvász. Utána azt mondja, dasa aparada chadi nirjane basiya. És utána azt mondja, amikor te már ezt elfogadtál, van neked szilárd bizalom, hit, hogy Krishna és a név között nincs különbség, ez a visvász, akkor
Nem próbáljál, hanem tedd meg mindent, hogy dasa aparada, a tíz sértés, csadi nirjane, csadi, ez azt jelenti, kerüld el tíz sértést dzsapázáskor. Nagyon fontos. És hogyan csinálja ezt? Nirjane basia, vagy basia. Ez azt jelenti, hogy ülj le elkülönült helyen, ez lehet, hogyha mi egymás között dzsapázunk, de belül legyek elkülönítve. Hogy most én is a szentnél nincsen senki más. Ez az elkülönés. És akkor próbálok a dasa parada csádi, az a tíz sértést kerülni teljes erővel. Szóval így mi értjünk, hogy Krishna nem különbözik a szent névtől, van nekünk ez a szilárd visvász, hit, utána leülünk, és elkezdjünk figyelmesen vibrálni, sértések nélkül, elkülönítve, és így vibráljunk. Mert a sértéssel gyapa az általában negatív eredményeket hoz. Bhakti Sandarbhában, Jiva Goswami azt mondja, hogy ha valaki sértően gyapázik, mi a gyökere sértős, sértés gyapásnak, gyapának? Melyik a figyelmetlenség, és utána jön a többi tíz. Aki így gyapázik, akkor öt, na ez most, hogyha valaki már megvalósított ebbe, akkor most fogok mondani, meg lehet nézni, hogy már megvalósította-e. Hogy öt mérgező eredményt okoz dzsapa. Ezt mondja Jiva Goswami, hogyha sértéssel dzsapázol, lesz öt mérgező eredményed. És akkor következőket mondja. Egyik azt mondja, kautilya, ez a képmutatás. Amikor én kívülről ruham ki van vasalva, szép tilak, jó nézek ki, idézek verseket, dzsapa a kezemen van, és akkor kívülről mondják, mindenki látja, ú, hát ez egy ideális bakta. De belül semmi nincsen. Belül vannak anyagi vágyak, van ilyen kis, hát hasonló válság van belül, mint most kívül a világban. Szóval ez a kautilya, ember nagyon képmutató, és ez a képmutatás, ez a vasna aparátból jön, azt mondja Jiva Goswami. Hogyha valaki nem tiszteli baktákat, kritizálja baktákat, nem szereti baktákat, ez is van, nem szereti. A Rupa Goswami azt mondja, hogyha ülünk valahol, és meglátjunk, hogy megjelent előttünk egy vasnáv, és mi nem örülünk ennek a vasnávnak, ez sértés. Komoly. Rupa Goswami megmondja, hogy kell szeretni vasnávakot. És ez a tisztaság, hogy mikor én örülök baktáknak. Mint Jiva Goswami mondja ezt a példát, amikor Duryodhan akarta nagy palotába fogadni Krishnát, és nagy lakomákkal hizelegni, felajánlást készíteni Krishnának. Krishna mondta, nem fogadom el tőled. Hogy nem fogadod el? El vagy kötelezve. Én csináltam, én tettem erőfeszítést, én itt. Szóval amikor, ez is ez a kautilya, amikor én külsőleg valamiket csinálom, belsőleg semmi, és utána még Krishnát vádolok, miért nincs Isten szeretet, miért vannak ezek a dolgok. Ezt csinálta Duryodhan, elkezdte Krishnát támadni, mikor Krishna mondta, nem fogadom el. Hogy nem fogadod el? Hát én neked főztem, nézd meg, mennyit szerveztem, mennyi idő, energia, pénz belefektettem. Te el vagy kötelezve elfogadni. És Krishna mondta, én neked nem vagyok elkötelezve semmibe. Te nem szeretsz baktákat, mindig őket kritizálod, nem csak ellenséges vagy baktákhoz, ezért én tőled semmit nem fogadom el. Ez is egy. És ez az eredmény, ez a képmutatás, ez jön a dzsapába, sértő dzsapától. Nagyon így mondja. Utána a sráda.
elmegy a hit, ember már nem hiszi, már így van egy kis, már teljesen külsőség, Hare Krishna, de már nincs hit egyáltalán, hogy a szadana, nekem kell plusz valami mantrák, a pénzt megvédi, valami biztonságos anyagi helyzetbe bízunk jobban, kütyükbe, ezekbe hiszek jobban, mint a Hare Krishna mantra. Szóval a sértő gyapa elviszi a hitet. Volt-e valakinek ilyen? Nem kell kezet emelni, mert ez bhajan, ez bensőséges dolgok. Igen, szóval elmegy a hit. És utána, ez volt a második, elmegy a hit. Utána a harmadik, bhakti shaitilya. Ember lesz közömbös a szadanához. Nincs hit, akkor már közömbös vagyok. Kirtánon, hát ki vagyok pipálva, hogy ott legyek, de hogyha tudok megúszni, nem jövök. Szóval így, de ez belül történik, az lehet, hogy kívül, ahogy van ez az első, ez a képmutatás marad, de belül marad, ezek mennek utána. Elmegy a hite, akkor bhakti shaitilya, akkor ez azt jelenti, hogy közömbös leszek a szadanához, lelki gyakorlatokhoz. Például, hogyha hallom egy jó lelkes kirtánt, nem indítja be szívembe semmit. Amikor bhakta jó csinálja, és valami megy a folyosón, és hallja kirtánt, nem tud visszatartani magát. Lehet, hogy elmennem kell, mert szolgálat van, de szívébe azt gondolja, hogy legszívesebben belefutnék a kirtánba. Szóval ez a normális helyzet. De mikor így valaki elsétál, mint egy vásárhelyen, ahol nem érdekes dolgok vannak, és nem indítja, akkor ez lesz. És negyedik eredmény sértő éneklistől ez a ragaszkodás. Elkezd ragaszkodni anyagi dolgokhoz, akkor a saját szobáját, hogyha brahmacsári vagy grihász, a saját grihát beállítja, a birodalmat építi, és akkor, hogyha az egy kicsit megremeg, akkor az összeomlik az ember. Mert ragaszkodik az anyagi tárgyakhoz, anyagi kényelmekhez, és bármi változik az anyagilag, mivel az alap az ideiglenes, az fog változni, akkor stresszbe kerül. Akkor kész. Akkor nem tudok, nem vagyok kiegyensúlyozott, nem vagyok boldog, és megyek, panaszkodok. Ezért és azért most valami elveszítettem, valami elvitték, valamit nem kaptam, valami elromlott, valami megváltozott, nem tudok tovább ragaszkodásaimat élvezni, akkor egyfajtából csak panaszkodni fogok. Ez a negyedik eredmény. Ötödik eredmény, amit mondja Jiva Goswami Bhakti Sandarbhába, büszkeség a bhakti szolgálat által elért eredményekre. Hogy valamit elértem, például lettem, győztem az maratonba, akkor miért nincsen minden a virágfüzér? Miért nincs lábmosás? Hol van a mahaprasádam? Szóval ember kezd büszke lenni. Amit elérte valamit, meg jól csinálta, akkor kezd nagyon-nagyon büszke lenni ezekre. Szóval ezek a mérgező eredmények, ami nagyon fontos, hogyha mi ezeket tudjuk, nem kell megijedni. Ezek előbb-utóbb mindenki egy kicsit belefut ezekbe, aki csak fél lábbal, valaki két lábbal, valaki belefekszik egy kicsit ezekbe, valaki még hömpölyög benne. De nem baj, hogyha érzünk, hogy hogy a hangyabújba belefekszünk, akkor ez kényelmetlen. Valaki gyorsan észreveszi, hogy ez a sértő éneklés az olyan, mint a hangyabúj. Csip. Ez a öt dolgot, amit most felsoroltam, ez szenvedés, nem? Mindegyik szenvedés. Mert aki képmutató, ő szenved, ő tudja, hogy ő lejátsza magát, és ő nagyon szenved. Szóval képmutató szenved.
Hát nagyon be kell tompítani magát, hogy ne szenvedjen ettől. Ez volt a... Szóval ezek, amit... ezért mondja Bhaktivinoda Thakur, Dasa Parada Chadi. Szóval 10 sértés kell gyakorolni, elkerülni. És megint mi tudjuk, hogy mi gyakorolunk figyelmesen a dzsapázást, akkor mi el tudjunk kerülni, mert megszűnik. A figyelmesség, dzsapa figyelmes dzsapából megszűnik mindegyik sorba egymás után a szent név sértések. Szóval, akkor most még egyszer, hogy hol tartunk. Elkezdtünk belépni a bhajanba, bhajana pranali, akkor van nekünk azaz hit, bizalom, hogy Krishna nem különbözik. Ez a visvász. Krishna, mint Isten, nem különbözik a saját névtől. Akkor mindjárt, amiket további fogunk mondani, az fog segíteni elkerülni sértéseket. Most nem csak úgy, hogy most megbeszéltünk itt a sértő dzsapának van 5 eredménye, de most nézzük meg, hogy lehet elkerülni sértéseket. És pont így, ahogy mondta Bhaktivinoda Thakur, leülök, és először elkezdek vibrálni a szent nevet, úgy, hogy használni, úgy mondjuk, hogy vaikari vák. A vaikari vák, ez azt jelenti, mert hangvibrációnak van 4 szintje. A legalacsonyabb szint, ez a vaikari, vakya, beszéd, ez a hangszál dobhártya, amikor mi elmébe más dolgok lehetnének, de a nyelven lehet vibrálni a mantrát. Itt kezdődik. És ez a visvász, amikor van nekem hitem, hogy Krishna nem különbözik, és én elkezdek használni vaikari vákot, akkor azt mondja a következő versben, Atisvapa dine namahaye saddaya. Ez azt jelenti, hogy Atisvalpa dine, hogyha valaki így leül, és oké, és Krishna nem különbözik Istentől, a szent névtől, most elkülönült helyen vagyok, sértés nélkül vibrálok, elkezd valaki beengedi a szent nevet először a ajkjára, akkor elkezd hatni a szent név. De ahhoz, hogy hasson a szent név, itt még nincs elme bele véve. Itt csak az van, hogy próbál, mit kell csinálni, hogy kell szépen berakni elmébe a szent nevet. Mert először kezdődik vaikari vák. Következő szint, ez a madhyama. Madhyama vák, ez az elme szint. Ez az elmének a hangvibrációja, ami finomabb. És akkor azt mondja, amikor elkezdtél ezzel a visvásszal, ezzel a bizalommal, hittel, hogy Krishna nem különbözik a saját nevétől, vibrálni sértés nélkül, hogy kell sértés nélkül, és most mondom. Figyeljetek! Azt mondja, 3 minőség kell, hogy legyen a mantrának. Legyen stabil és ritmikus, először erre lehet figyelni. Stabil és ritmikus legyen, nem ilyen... Egyszer Puri Maharács, nem tudom, Prabhu voltál Budapesten, Puri Maharács mutatta, hogy 10 féle dzsapákat, amikor azt mondja, valaki így dzsapáz, hogy Krishna teniszezik, Krishna. Akkor radar dzsapa, valaki így sétál folyos, akkor nézi, radar dzsapa, az valami keres magának. Akkor a fali újságra, és akkor Puri Maharaj, hogy 1 órán keresztül különböző dzsapákat mutatta be. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, igen, ez nem jó, hanem stabil, egyedül, itt elkül, most én és szent név, ezt holnap próbáljunk meg, lehet még ma. Szent név és én vagyok, akkor stabil legyen, és ritmikus legyen valami ritmusan. De legyen tiszta. Kiejtés legyen jól. Hare Krishna. Hát én nem tudom, én a mlecsá vagyok, nem tudom kimondani. És utána ez a
hang, amelyeket vibrálunk, kell, hogy örömet szerezzen, aki vibrálja annak. Szóval ez a három. Ez a vajkári vánk, ez az első lépés, amit valaki már kezd gyakorolni, és van ez a, először alap, Krishna nem különbözik a névtől, ez a Visvász, utána figyelek ezekre a minőségekre, a szent névnek, ez a kettő tulajdonságot, a hangnak, hogy legyen stabil, ritmikus, tiszta, és legyen örömet okozzon. És akkor mondja Bhaktivinoda Thakur, így azt mondja, kezdjétek négy körrel, gondolom már kicsit többen túl vagyunk egy páron, és utána nagyon gyorsan fel lehet menni három lakra. És azt mondja, hogyha így kezdesz, nagyon, ez most nagyon fontos, hogyha így elkezdjünk ezekkel a két verset, amit mondtam, japázni, akkor az, mint ő azt mondta, hogy átiszvalpadine, nagyon gyorsan. Azt mondja, svalpadine, ez azt jelenti, hogy egy-két nap. Hogyha valaki nagyon-nagyon ezeket betartja, egy-két nap, és akkor kezd bejönni mélyebb a mantra az elmébe. Sisiradhásama szundara kígyáj. Szóval a következő szint, az első szint, amikor az ajkán van a neve, szent név, a következő, amikor mélyebb megy, az bemegy az elmébe. És az elme, ez már nista szint, amikor valaki japázik elme szinten a elmébe. Ez mit jelent, hogy elmébe vibrál? Ez az azt jelenti, hogy bármikor, amikor ő megy, akkor mindig megy az elmébe a mantra. Mert mi a nista? Kirtaniya Sadahari. Mindig van énekelve szent név. És ez elmébe menjen mindig. Mint mikor nekünk mindig megy valami elmébe, nem? Annyi zaj van az elmébe, hogy nem halljunk a mantrát sokszor. És a nista szinten, szóval amikor valaki elkezdi figyelni a mantrára, és ez segíti, figyelek, hogy stabil legyen, tanulok, mindig kutatom, hogy mit jelent, hogy kell megérteni, hogy szent név és Krishna is egy és ugyanaz, ekatatva, namanami ekatatva, visvász, nem különbözik egymástól, ez mindig kell, hogy legyen ott, és utána stabil, ritmikus, tiszta, és örömet okozom. Utána érdekes, amit mondja Bhaktivinoda Thakur. Az már később lesz, ez még hamarabb lehet nálunk, a másokat, mint mondom, de lehet valakinek már megvan, de valakinek kicsit később van, de azért mondja Bhaktivinoda Thakur, ez is kell tudnunk. Utána, ennek a versnek még egyszer felolvasom, Atisvalpa dine náma haiya sadaya Sri Shriyama sundara rupe hayene udaya. Azt mondja, aki már svalpadine, egy pár nap múlva, amikor te megtanultál vibrálni vajkárivák, már elkezdtél szépen vibrálni, figyelmesen, sértés nélkül, elkülönülve belül legalább, visvász, teljesen tudod, hogy Krishna és a szentnév nem különbözik, ezután nagyon gyorsan, hogy már pár nap múlva következő fog történni. Az elméből szívbe fog menni a mantra, még mélyebb. És azt mondja, Sri Shriyama Sundara Rupa. Azt mondja, akkor kezd érezni a bhakta, hogy Krishnának a formáját a névbe. Szóval először elmébe mi fog történni? Először, mert nekünk most hogy van? Mi halljunk Krishna szót, szép, forma, csodálatos, Krishna neve, és Krishna tulajdonságok. Nálunk ez most külön van minden. Mi mikor japázunk, vagy egy, vagy úgy, valahogy próbálunk így, de nekünk nincsen egybe. De amikor elmébe belépett a japa, az azt jelenti, hogy már össze van keveredve Krishna és a neve együtt. Ott már nincs különbség.
És ezért, mikor nincs különbség, mert Krishna és a neve, akkor mondja Bhaktivinoda Thakura, akkor Shyama Sundara Rupa, akkor tud érezni Bhakta, hogy tényleg Krishna és a név ugyanaz. Nála már megszűnik össz csak egy hang. Nyáron annyira sajnálom, de Sivarama Maharajnál, amikor voltam, akkor ő elkezdte mesélni a mantráról, és mondta, tudod Bhaktipát, egy idő múlva, amikor csapázik ember, akkor mantra az már nem csak egy hang lesz. És nem tudta folytatni, mert jut a Sámbihári Prabhu, mondta, hát ez, és akkor kimaradtam a nektárból, de legalább ezt a lehet olyan rövid volt, hogy ezt legalább megjegyeztem. És akkor ez történik, amikor elme már, egy darabig már beengedtünk az elmébe a szent nevet, akkor megszűnik a különbség név és Krishna között. És ez a Rupa. Sri Shyama Sundara Rupa. Ő érzi, hogy ez a zapfir, ez az értékes Chintamani Krishna, ez a szent név, és szent név ugyanaz, és ez mind ugyanaz. És Bhaktivinoda Thakur a rózsa a bimbuval hasonlítja össze. Amikor a szent név csak, nincs még az elmébe, csak az ajkján van, az olyan, mint a bimbu, amelyiknek még nem lehet tudni, milyen lesz. Annak nincs még színe, semmi, a rózsának. Aztán utána csak kezd pirosodni. És amikor kezdjük látni, ó, ez milyen szép lesz. Ugyanúgy, amikor elmébe belelépett, akkor össze van, egybe van már a név és a forma, és akkor kezd megérezni Bhakta. Szóval érdekes, hogy már a nista szinten ilyen komoly dolgok történnek. Hogy lehet érezni ezt, hogy a mantra ez nem csak egy hangvibráció. És utána, amikor a rózsa nyílik, akkor jön az illat. Ez a következő, amikor elméből megy szívbe a mantra, még mélyebben megy a meditáció, akkor a tulajdonságok, guna smarana, magyarázza Bhaktivinoda Thakur. Ez azt jelenti, hogy a már az elmében a forma, a név és a tulajdonságok egybeolvadnak. Ott már ez van, és Bhakta már érzi minden. Érzi, hogy szentnének a tulajdonságokat, viszonyokat, amikor Krishna neki van valami kérdés, na most itt ebben a helyzetben, hogy reagáljak, mit csináljak, akkor szentnévtől fog kapni válaszokat, mit csináljak. Nem tudom, kitől kérdezte Maharaj, de szokott baktáktól kérdezni, hogy te nem érzel, Krishna szívedben nem szól neked, ez nem így kell csinálni? Vagy így kellene csinálni? Sivara Maharaj szokott baktákkal így beszélni. Elvárja, hogy baktáknak legyen kommunikáció szent névvel. Ez egy fontos. És akkor ez a mantra smarana, guna smarana, amikor már meditáció szívbe belelépett, és utána, mikor mélyül tovább, akkor mantra mayu pasana. Akkor, és még, ez még nem prema szintek. Akkor van egy keftelések kép, Bhakta látja. Nem mozog ott senki, az olyan, mint egy kép, de ez elmében meg magától, csak itt szent névből megnyilvánul, nem csak Krishna és szépség, tulajdonság, hanem egy keftelés, olyan, mint egy fénykép. Az még nem mozog, mert még nem érett a japa annyira. Ez a mantra mayu pasana, mozdulatlan lila, mozdulatlan keftelés, amit látja. És persze, amikor már prema szint van, akkor ez már a következő lépés lesz, az a svarasiki upasana, amikor valaki már transzcendentális moziba, 3D-s moziba van. Körülötte már történnek a dolgok. Szóval ezek a fontos lépések nagyon praktikusok, hogyha nem felejtjünk el, mert nagyon könnyű
ebédkor kapunk egy élményt, finom evéstől, és akkor így az élményt, amit tanultunk, az elfelejtette velünk. Nem baj, ott van, lesz YouTube csatorna, vagy Facebook valahol. De van egy probléma. Ahhoz, hogy mi ezt meg tudjunk lépni, egy pici probléma van, és erre tudatos kell legyünk. Hogy mi nem érünk rá ezekre. Ki ér rá? Én nem érek rá. Annyi dolgom van, annyira el vagyok foglalva. Nekem az elme annyira elfoglalt. Tudjátok, mikor valami foglalt, hogyha egy szék foglalt, oda nem tudjunk leülni. Nekem a szívem, az elme el van foglalva annyi sok mindennel, hogy nincs hely. Nincs idő, nincs hely, nincs kapacitásom, hogy Hare Krishna mantrát vibráljak. És hogyha mi tudatosok vagyunk, hogy nekem most nincs kapacitás, hát ez a legnagyobb illúzió, hogy nekem kell, hogy legyen kapacitás, azonnal kidobáljak mindent lapáttal az elméből, hogy most, amikor leülök reggel, amikor tudok, akkor legyen ez a bhajana pranali. Szóval legyen célom, hogy ahhoz, hogy én elérek prémát, ahhoz nem évek kell, hogy na, már 20 éve vagyok itt, na, már 30 éve, 50 éve vagyok mozgalomban, mindjárt jön a préma. Biztos 51 éves korba. Nem, hanem ehhez kell, hogy préma legyen, be kell lépni a meditációba. A bhajana pranali. Az a legfontosabb. Nem lépjünk be, 100 évig is maradhatunk itt. Lassan megy, de nagyon lassan. De hogyha így csináljuk, akkor mantra, ahogy már be kell fejeznem, csak egy utolsó kettő mondat, lehet még kettő mondat, hogy ahogy így kezdjünk, látjátok, itt nem kell rögtön erőltetni magát, hogy elme, figyelek, csak itt vannak azok a lépések, hogy hogy kell bevonni az elmét, és akkor én csak vajkári vákot próbálok figyelni, hogy ritmikus legyen, tiszta legyen, örömet okozon nekem, ez a vibráció tisztítja az elmét. És mikor megtisztítja, akkor belép az elmébe a meditáció magától. Szóval a Szent Név magától minden megcsinálja, nekünk csak ezeket a trükköket el kell sajátítani, a Szent Név minden megcsinálja. Megtisztítja az elmét, be fog lépni az elmébe, és utána, és amit itt meséltünk tovább. Csak dobjunk ki mindent, ami foglalja az elmét, és nincs kapacitás, mert tudjátok, hogy ez azt jelenti, hogy foglalt az elmém. Ne legyen foglalt legalább akkor be tudjunk lépni, és Sisi Ráda Sharma Sundar ki jaj, és Sri Harinam Prabhu ki jaj, és Srila Sivaram Swami Maharaj ki jaj. Mit mondjam még? Gora Bhaktavrinda ki jaj.